Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre a szép estére. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sokan megtisztelték a Kömpöci Színtársulatot ebből az alkalomból. 5 évvel ezelőtt indult a Pajta Színház program, amit a Nemzeti Művelődési Intézet a Magyar Teátrumi Társasággal együttműködve valósított meg, olyan kis településeken, ahol korábban színjátszó csoportok működtek, de ma már nincsenek. Erre a felhívása alakult meg 2019-ben a Csirkefogó Kömpöci Amatőr Színtársulat, a CSIKASZ, Csáki Nándor vezetésével, aki a Majsai Fészek Színjátszó Egyesület tagja is volt. Első darabjuk Nádasi László bohózata, a Tacskó volt, melyet a Pajta Színházi Szemlén is előadtak a Nemzeti Színházban. A Kömpöciek mentora és a darab rendezője Fazakas Géza színművész, a Kecskeméti Katona József Színház tagja volt. Jó napot kívánok! Ki ez a szerencsém? Hát én vidékről érkeztem, nem is tudom, hogy kivel kell tárgyalnom a gyermek miatt. A gyermek miatt? Igen, kérem, biztos tetszett már hallani rólam. Persze. Milyen minőségben érkezett? Hogy tudom, milyen minőségben? Hát a gyermek az én művem, kérem. A maga műve? Lesikerültem alkotásom, kérem. Nekem ne hencegjen bele. Uram, ez nem hencegés. Hány nő meglátja, ez mind könyöröm, csináljak neki egy kutyat. Ne vicceljen! Pont egy ilyen alaknak fognak könyörögni. Miért? Pedig én aztán nem is csinálom olyan olcsón. Hát, maga pénzért csinálja? Miért? Hát ingyen adja? Hát én ebből élek, kérem. Szép kis foglalkozást mondhatom, és maga ezt ilyen nyíltan bevallja. Miért is tagadnám? Hát nekem engedélyem van a hivataltól, uram. Hogy mitől? Mondom, a hivataltól. Kérem, én egy becsületes egyéni vállalkozó vagyok, én adót fizetek utána. Adó? Adót, kérem. Hát, én tudom, hogy a hivatal nem válogat, de ezért adót fizetni? Kérem, én alkalmazottak nélkül egyedül dolgozom, én minden egyes darabot magam csinálok. Hát még szép magától, hogy nem mással csináltatja. Hogy meglátja a gyermeket, odáig lesz, hogy milyen édes, meg aranyos. Aranyos? Aranyos, kérem. Hát, őszintén szóval már nagyon szeretném látni a gyermeket. Magával hoztam? Elhoztam, csak most nincs itt velem, mert a szállodában hagytam a bőrömben. Hogy hol hagytam? Mondom, miben? A szállodában, a bőrömben. Micsoda? Bőrömben? Maga bőrömben tartja a gyermeket? Hát kérem, én mindig a bőrömben hordom. Igen? Igen. Ide figyeljen. Maga azonnal elmegy a szállodába. Igen. És azonnal idehozza a gyermeket. Hát akkor átteszerek venni ilyen terjesztésre. Mi az, hogy terjesztésre? Hát gondoltam én, hogy ilyen kis prospektusokat, meg ilyen sztorolapokat nyomtatnak, hogy én ezt bármilyen mennyiségbe vállalom. Ne, hagyja ebbe ezt a hülyéskedést. Hagyja abba, kérem, jó? Jó. Ide figyeljen. Azonnal elmegy a szállodába. Igen. És azonnal idehozza a gyermeket. Jó. Jolán, gyere be! Gyere be, oda néz. Nézek. Oda néz. Nézek. Tudod, ki ez? Nem. A gyermek. Apja.